Imádkozzunk még, jó? Nyugodtan maradjatok ülve a helyeteken. Jézus, köszönjük neked, hogy valóban itt lehetünk a te trónod előtt. Köszönjük neked, hogy láthatunk téged, méltó bárány, és hogy minden imádat téged illet. Te voltál az, aki utánunk jöttél. És köszönöm, hogy most mi tehetjük meg a mi lépéseinket, hogy arra menjünk, amerre te mész. Köszönjük, hogy kezdeményeztél az életünkben. Köszönjük neked, Uram, hogy elterveztél mindent. Rengeteg minden jó terved volt, és köszönjük, hogy már láthattunk valamennyit ezekből megvalósulni az életünkben. De köszönjük neked, Uram, hogy jönnek a következő jó dolgok, amiket terveztél. Köszönöm a jó gyümölcsöket, a jó áldásokat. Köszönjük neked, Uram, mindazt az eddigi gondoskodást, amit tapasztaltunk. Köszönjük neked, Uram, hogy amikor a rossz dolgokból kihoztál bennünket, és fölszabadítottad, és meggyógyítottad a szívünket. És köszönjük neked, Uram, hogy azon a területen, ahol még fájdalmak vagy kérdések vannak a szívünkben, oda is ugyanolyan tökéletes győzelmet és gyógyulást és helyreállást készítettél el nekünk. Ádott legyen a Te neved, Uram. Ámen nagyon-nagyon jó dolog itt az Úr előtt lenni, és én hiszek abban, hogy amikor Isten igéjével foglalkozunk, akkor ugyanúgy az imádatot folytatjuk. Nem valami elméleti feladatba kezdünk most bele, hanem Isten imádatában figyelünk arra, hogy ő mi mindent végez el. Nem biztos, hogy csak arra van szükséged, ami, amit tőlem hallasz, vagy ami a mikrofonba elhangzik, hanem mind arra van szükséged, amit a Szent Szellem kenete elvégez benned, akár attól függetlenül is, amit mondok, vagy nem mondok. Egy olyan dologról szeretnék beszélni, illetve több dologról. Máskor volt, hogy megmondtam a címét a prédikációnak, most nem tudok címet mondani, de azért bevezetem, és akkor majd sejteni fogjátok, hogy mi mindenről lesz szó. Van ugye Saul király, Dávid király története, közismert dolgok ezek, most nem góliát legyőzéséről fogok beszélni, pedig az is mennyire jó dolog azt szeretném mondani, hogy nekem gyakran azt szokott eszembe jutni akkor, amikor Saulról és Dávidról beszélnek, hogy hát igen, Saul volt a rossz, Dávid volt a jó, győzött a jó, hurrá. Ez igaz történet, de biztos, hogy nem ennyire egyszerű az egész. Sőt, azt kell mondani, hogy Saul azért nem rossz emberként kezdte, és én ilyen én, én eléggé megértő ember szoktam lenni, és én azt szoktam keresni, ha valaki hibákat követ el, akkor miért követi el azokat a hibákat, horrontotta el az életét, vagy az élet horrontotta el őt. Most ebben se, ebbe se akarok különösebben belemenni. Az a lényeg, hogy amikor azt arról van szó, hogy Saul király, akkor nem rögtön valami rosszra kell gondolni, hanem Isten egyik drága gyermekére, a teremtményére, Isten egyik elhívottjára, felkentjére, aztán, hogy később követette el hibákat vagy sem, az már egy másik történet. De az biztos, hogy Saulnak a történetéből, amit szintén most nem szeretnék így hosszasan felolvasni, majd egy-egy szemelvényt fogok felolvasni, és lőn világosság, és már kevesebbet látok, de nem baj, hitben járunk, nem látásban, és az úrra nézek, de ezt nem is felfelé fogom, mert jó van. Szóval, vagy egy-két mondatot fogok felolvasni. De az biztos, hogy ha visszaemlékszünk Saul történetére, ugye az volt, hogy a nép királyt kívánt mert ők úgy gondolták, hogy úgy lesz nekik a legegyszerűbb, a legbiztosabb, mert hát szegény Sámuel megöregedett, a fiai korruptak lettek, valamit kéne itt kezdeni, ez így nem jó, hogy eddig volt, és hiába szerette volna Sámuel, hogy azért továbbra is olyan módszerrel és a rendszerrel működjenek a dolgok Izraelben, mint addig, hogy Isten uralkodott a népe fölött, és mikor-mikor adott bírákat, adott prófétákat, és ez így, ez így jó dolog volt. A nép inkább azt mondta, hogy nem, hanem legyünk olyanok, mint a többi nemzet, és adjál nekünk királyt. És ez egy érdekes dolog volt egyébként, és ezekkel, szeretném, ezekkel a gondolatokkal szeretném bevezetni, hogy igaz, hogy a nép számára a szövetségben, a Mózesi szövetségben egyébként el volt készítve Mózes megprofétálta, hogy amikor majd királyt választasz magadnak, akkor így és így erre kell figyelni. Tehát benne volt úgymond a csomagban az, hogy valamikor királyság lesz Izrael. Csak az volt a probléma, hogy Izrael ezt nem úgy kérte, hogy Mózes törvényére hivatkozva, hogy tudod Sámuel, benne van Mózes törvényébe, imádkozunk már ez mert szeretnénk betölteni a Szentírás igazságait. Erre lett volna lehetőség, hanem azt mondta, hogy legyünk olyan, mint a többi nemzet. Tehát már eleve rossz volt a kiinduló pont. Nem maga a királynak a koncepciója volt a rossz, hanem az volt a, ki, a, mo, a motiváció volt a rossz, hogy legyünk olyanok, mint a többi nemzet. A többi nemzetben is volt király, Isten is megígérte a királyt, mert sokszor ezt csak úgy szoktuk mondani, hogy hát igen, az volt a baj, hogy királyt kértek. Nem ezzel volt önmagában a baj, hanem azzal, hogy nem is gondolkoztak abban, hogy mi minden van megírva ezzel kapcsolatban. Ugye most ezt nyugodtan leképezhetjük bármilyen újszövetségi vagy gyülekezeti dologra, gondoljunk a profétálásra, hogyha csak azért akarunk profétálni, vagy profétai szolgálatban, vagy profétai dolgokban gondolkozni, mert mások is csinálják, ki tudja, hogy hogy, jól vagy rosszul, de olyan tök jó akkor az nem biztos, hogy azon az úton fog vinni bennünket, amit Isten elkészített. De, hogyha az van a szívünkben, hogy nézzük már meg, hogy mi van a szentírásban ezzel kapcsolatban. Mik azok az igazságok, amiket be kell töltenünk, hogy Jézus azt mondta, hogy így illik nekünk minden igazságot betöltenünk, az a bemerítkezésénél volt, de azt mondta, hogy minden igazságot, akkor nekünk az lesz a jó motiváció, hogyha minden igazságot be akarunk tölteni. Hogyha az ember házasságra készül, akkor ne csak az lenne, hogy hát összeházasodok, mert mások is összeszoktak szoktak házasodni, nem rossz dolog, mert Istentől van a házasság, de sokkal jobban jársz, hogyha megnézed, hogy Isten igében, mi minden van ezzel kapcsolatban. Milyen igazságok vannak, amiket be tudnék tölteni ez, amit be kell töltenem ezzel, mi az Isten terve, mi az Isten akarata, mert akkor a házasságom is úgy fog működni, de hogyha éppen menet közben vagy, félúton vagy, vagy az út vége felé, vagy teljesen mindegy akkor is még, még mindig jó, hogyha felülvizsgálod. Ugye Izrael is királyság lett, és igaz, hogy először egy ilyen másokhoz hasonlítsunk kanyarral indult el, de aztán jött Isten helyreállítása, szóval ebben is van Istennek helyreállítása, és ez is csak egy példa volt, mert annyi minden van még de az biztos, hogy ha valami rosszul is indult el, mert hogy másokhoz hasonlítva, hát akkor csináljuk úgy, mint mások, mert az valahogy működik, nem baj, hogy nem tökéletes, ugye az ember hajlamos erre. Ne másokat másoljunk, hanem azért is másoljuk le a mennyei mintát, hogy ide is érvényes legyen az, amit imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben. Ugye ez a magyar szójáték pont jól jön, hogy mint a, mint a ez a minta jöjjön át ide a földre. Nekünk magyarul tök jó, nem kell az angolokat utánozni, amerikaiakat. Ott nincsen ez a szó, hogy minta-minta, vagy legalábbis ez a szójáték. Nekünk jó ez. Nos, ez egy nagyon jó dolog, és akkor szeretnék visszatérni például a profétaságra, hogy a profétasággal kapcsolatban is nézzük meg, hogy mi a mennyei minta. Mondjuk itt az a furcsa, hogy a mennyben nincs szükség profétálásra, meg Pálapostól megmondta, hogy amikor eljön a teljeség, akkor ezek a részleges dolgok elmúlnak. Oké, okay, de most még itt vannak ezek a részleges dolgok, itt vannak ezek az állapotok, de legalább nézzük meg a szentírásnak a mintáját, hogy mi minden van benne hogy nem összességében a profétai szolgálatról szeretnék beszélni. Mindig megnyújtak le titeket, hogy se erről, se arról, se arról, hogy ne számítsatok valami hosszadalmas teológiai előadásra. Egyáltalán nem. Viszont vannak buzdító dolgok, amiket szeretnék mondani, és nem véletlenül saul kezdtem el bevezetni ezt az egészet. Ugye tudjuk jól, hogy Sámuel aztán felkente Sault, és azt mondta neki, hogy lesznek bizonyos jelek, amik majd beteljesednek, hogy megpecsételjék neked ezt, hogy valóban az úrtól volt, hogy ezt én mondtam neked, és akkor mondta, hogy fogsz találkozni emberekkel, akik kenyeret, ezt azt áldozni valót visznek, majd adnak neked is, meg fogsz találkozni emberekkel, akik megmondják, hogy megtalálták a szamarakat, ne aggódjál most már, és eljutsz majd az Istennek a, a hegyére, vagy különböző fordítások vannak, ezt szeretném is felolvasni, Egy 1 Sámuel 10 Ből, az ötös verstől olvasom, azután elérkezel Gibea Elohimba, ez itt az egyszerű fordítás így írja, és aztán ott van a lábjegyzetben, hogy szó szerint Isten dombja. Szóval az Isten dombjához, ahol a filiszteusok helyősége van, amint belépsz a városba, a proféták csapatával fogsz találkozni, akik éppen akkor jönnek le az áldozati magaslatról, Hangszerek lesznek a kezükben, és profétálnak. Ez egy olyan csodálatos dolog. hogy aki itt volt a, a proféta említettem, hogy ugye azt, hogy zenés profétaság, profétai dicsőítés, és akkor ugye lehetett így tologatni a fogalmakat, hogy akkor most ez micsoda tulajdonképpen. Ugye egy kicsit profétikus a dicsőítésünk, vagy profétai szolgálat működik hangszeres módon és igen, mert ezt a szellemi hagyatékot vettük át, ezt ígérte meg Isten. Szóval ez a szellemi örökség, ez már itt, ebben a múltbeli jelenetben már látszott, hogy itt működött, hogy volt a profétáknak olyan csoportja, akik hangszerrel járkáltak, és azt mondja, hárfán, csörgődobon, furuján és lanton játszanak, és azt mondja, és profétálnak. És ráadásul mentek. Egyébként szeretném mondani, hogy az egyház, most teljesen mindegy, hogy karizmatikus, vagy milyennek nevezzük magunkat, vagy az egyház bármely szegmensét, igaziból még nem ismerte meg teljesen, vagy még nem vette át teljesen azt az örökséget, amit Isten el tudott kész elkészített, és át tud adni nekünk. Ezek az emberek mentek, gyalogoltak folyamatosan, és vitték a hangszereiket, és profétáltak. Mit csináltak? És játszottak is, világos. <laughs> Igen, egyébként így gondoltam én, nem csak a tokban vitték a gitárt. De jogos a megjegyzés, abszolút. De fontos volt ez a profétai meglátás, Méri, köszönöm. ki maradt volna, lehet, hogy valami másról beszélnénk most. Köszönöm. Szóval vitték és játszottak rajta, és miközben vitték és játszottak a hangszereiken. Profétáltak is közben. És ez még csak egy dolog, azt mondja, úgy, amit előre megmondott Sámuel, Shaulnak, hogy mi fog történni. Akkor, amikor találkozol ezekkel, az örökkévaló szelleme majd rád száll, és egészen meg fog változtatni téged. Azután te is profétálni fogsz velük együtt. Amikor pedig mindezek a jelek beteljesednek, tedd meg, amit megtehetsz, mert Isten veled van. Ez volt a, az a végső jel a három közül, amire azt mondta, hogy ez lesz a bizonyíték, hogy tényleg Istentől valamit van, amit mondok neked. Saulnak szüksége volt erre, hát egy rettenetesen kivételes helyzetben volt az élete, még nem volt ilyen, hogy valakit kineveztek királynak Izraelben. Később aztán a történetből tudhatjuk, hogy egy kicsit ilyen, ilyen elutasítottság, megvetettség állapotában is lehetett, mert amikor összehívták az egész népet, hogy majd sorsvetéssel is nyilvánvalóvá váljon, hogy kit választott az úr, hát ő volt az egyetlen, aki elbújt a, az úti rakományok között, és úgy kellett előhozni, előkeresni, hogy ne bújjál már el, most választott a éppen gyere majd a nép elé, légy szíves. Szóval voltak személyiségbeli problémák, de Isten ezt látta, és Isten ezt kezelni akarta, és most rólad és rólam, rólunk van szó. Ö, én nem tudom, Isten tudja, hogy neked éppen milyen nehézségeid, terheid vannak, vagy a személyiségednek milyen területen kell megváltoznia, megújulnia, de Isten olyan csodálatos, hogy jó előre elkezdte ennek a kezelését. Azt mondta, hogy majd rád is rátszáll az örökkévaló szelleme, és ez teljesen megváltoztat téged. És te is profétálni fogsz majd. Nem azért, mert neked profétává kell lenned. Ugye nekünk is ez egy nagyon jó dolog itt az új szövetségben, hogy nem kell profétai hivatalba lenni mindenkinek ahhoz, hogy igaz legyen, amit Pál mondott, hogy mindnyájan profétálhatok. Mert szükségünk van a profétálásra. Nem megparancsolja, hogy már pedig kötelező, de higgyétek el, hogy nagyon jó, és szükséged van rá. Most ezt nem azért mondom, mert ti nem hiszitek el. Ezek ilyen retorikai fordulatok, ilyenkor ne ijedjetek meg, hogy én azt hiszem, hogy ti nem tudjátok. Szóval, azután te is profétálni fogsz velük együtt. És aztán később látjuk is, hogy elindult, és beteljesedtek ezek a jelek, és ezt a részét is olvasom. Amikor Saul és a szolgája Gibeába érkeztek, találkoztak egy csapat profétával, az örökkévaló szelleme Saulra szállt, és ő is velük együtt profétált. Voltak ott olyan emberek is, akik már előzőleg ismerték Sault, ezek csodálkoztak, mikor látták, hogy ő is profétál, és megjegyezték, mi történt Saullal, kis fiával. Már Saulból is proféta lett. Innen származik az a mondás, már Saulból is proféta lett. Szóval volt itt egy jelenet, ami ami azt mutatta, hogy tényleg egy komoly változás történt. És ezt szeretném kezdeti buzdításnak mondani mindannyiunknak, hogy az Úr tudja, hogy milyen változásra van szüksége a lelkünknek, a személyiségünknek, az identitás tudatunknak. És lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik még nincsenek fölkészülve azokra a változásokra, amelyeket Isten elkészített a te életedben, azokra az áttörésekre, azokra a felbátorodásokra, arra az Isten fiúi identitásra, hogy tudod, hogy mi minden a te örökséged, a te szellemi örökséged, és hogy profétálhatsz is például, és még mennyi minden. De Isten már az embereket, a közvéleményt is elkezdte felkészülni, és Saul már elkezdett másféle emberré lenni. És aztán később, amikor még azt is megtudták, hogy ráadásul őt találtam ki, hogy ő legyen a király nektek, szóval elkezdte ezt megváltoztatni, és tudod, ez egy olyan dolog, hogy Isten a te környezetedet is elkezdi felkészíteni arra, hogy meglássák, hogy mi mindenre hívott el téged Isten. Nem feltétlenül királynak, azt hiszem a mai rendszerben ez nem is működne, de mégis királyi örökségünk van, ugye királyság, pap, mennyei, vagyis királynép, Na, bocsánat, belekavarodtam. Tessék. Királyi papság, hát pont ezt akartam mondani. És jó, köszönöm, hogy segítettetek. Szóval királyi papság vagyunk, és ez bizony rengeteg mindennel jár, egy nagyon komoly örökség, Istentől kapott szellemi áldások és lehetőségek és hatalom gyakorlásának a lehetősége és felelőssége. Mert ugye a lehetőség az felelősség mindig. És Saul is így volt ezzel lehetőségeket kapott azáltal, hogy királynak el lett hívva. Milyen lehetőségeket? Olyan lehetőségeket, hogy ő legyen az az ember, aki egyébként a népnek a kiáltására, imádságára egy válaszként jött, hogy megszabadítsa a filiszteusoktól őket. Ő lehetőséget kapott erre, ezáltal felelősséget kapott. A te életedben is minden lehetőség egy felelősség. Nagyon fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy a felelősség az egy kulcs szó Istennél, még akkor is, hogyha ezt így szó szerint megfogalmazva a Szentírásban nem olvassuk, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan fogalom és tanítás van, ami mégiscsak erről beszél, például, hogy aki a kicsin hű, az a, sok, az a sokon is hű lesz, Isten a hűséget azt várja tőlünk. Úgyhogy gyakorlatilag felelősségnek nevezhetjük ezt nyugodtan. Ugye nem mindegy, hogy a bölcsességünknek mi a fő vezérelve, a feje, Természetesen az Isten félelem. Ezek lehet, hogy még erősebb fogalmak is, mint az a szó, hogy felelősség. Úgyhogy lehet, hogy a felelősség az csupán egy ilyen gyűjtő fogalom, és középen megtaláljuk az Isten félelmet, mint legfőbb meghatározóját ennek. Úgyhogy, amikor azt mondják, hogy azt arról beszélünk, vagy arra gondolunk, hogy legyen bennünk Isten félelem, akkor nem valamilyen olyan összerezzenés kell, hogy legyen bennünk, hogy igen, van egy csomó elvárás, aminek meg kell felelnem, hanem hogy legyen bennünk egy olyan fő rendező elv, hogy a bölcsességem és az életről való gondolkodásomnak a közepe az legyen, hogy igen, mert Isten a kiinduló pont, és ő a végső pont, és neki fogok elszámolni, és ez jó, mert egy tökéletesen igazságos bírónak fogok elszámolni, de egy tökéletesen szerető, kegyelmes Istennek fogok elszámolni az igazsága és a szeretete elválasztatatlan. Jézus, amikor eljött, akkor teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nos, tehát minden lehetőség egy felelősség. Ha Isten kaput nyit neked, ajtót nyit neked, íme adtam előtt be egy nyitott ajtót. Hogyha meglátod, hogy kaptál egy nyitott ajtót, akkor menj be, de ne csak nézelődni, hanem tudd meg, hogy ez az ajtó az hová vezet. És ha már tudod, mert már ezért kiáltottál, ezért zörgettél, kérted és adatot neked, zörgettél és megnyittatott neked, akkor tudd meg, hogy ez az ajtó, vagyis vedd figyelembe, bocsánat, hogy ez az ajtó hová vezet, és annak eh, ahhoz méltóképpen, ahhoz illően lépjél be, méltósággal lépjél be azon az ajtón amit Isten adott neked. Én hiszem, hogy egyéni életekre ennek komoly üzenete tud lenni. Hogyha Isten apaságot adott neked, akkor méltósággal lépjél be az apaságba. Ha Isten anyaságot adott neked, akkor méltósággal lépjél be az anyaságba, örülve minden áldásának, és fölvállalva minden felelősségét annak. Vagy hogyha bármilyen más dolgot, szolgálatot tehetséget adott neked az Úr, akkor lépjél be annak a kapuján, és vállalt föl örömmel és felelősségtudattal. Saul királyt tehát, Sault tehát elhívta királynak, az Úr fölkente őt, rászelt, rászállt, az Úr szelleme és profétát, elkezdte helyreállítani az identitását. Használt ki te is azokat a lehetőségeket, amikor a proféták csoportja, sippa, dobbal, nádi szintetizátorral, itt profétálnak, és enged, hogy rátszáljon az Úr szelleme, és megváltoztasson téged, és velük együtt profétálj. Tulajdonképpen ezt csináljuk, ahogy Saul is velük együtt profétált, ezt csináljuk mi is, hogy ugyanúgy, ahogy ők hisznek azokban a dalokban, amik elhangoznak, mert tudják, hogy nem csak úgy a zsebükből előkapták, hogy ez már régen volt, hanem Isten szelleme vezette őket arra, hogy most akkor ez legyen a listában ugyanúgy te is higgyél abban, hogy ezeknek a daloknak van jelentősége, és engedjed. A hitet tulajdonképpen az, hogy engeded, hogy azoknak a szellemi tartalma, ezeknek a daloknak a szellemi tartalma had rád, hadd rád, hagyd töltsön be, hadd formáljon át, hadd szabadítsa föl benned az élő vizeknek a folyamait, és mondjad, és mondjad, és profétálj, és nem baj, hogyha többet is énekelsz, és mondasz, mint ami elhangzik a dalszövegben, vagy mint ami ki van vetítve. Az csak egy csontváz, arra ráénekelhetsz még bármit, így van. Szabad vagy, ahol az Úr szelleme ott a szabadság. Ezért csinálják, a, ezek a proféták is, akik itt szoktak lenni a színpadon, hogy még hozzá énekelnek dolgokat, mert ahogy az Úr szelleme vezérel erről ugye az a kép jut eszembe, amikor Ezékiel meglátta azt a fantasztikus látomást, ilyen kifibe élő látomást, ugye, hogy négy valamilyen élő lény, különböző biblia fordítások nem is bírnak egységes fogalmat találni rá, szóval valami ott <laughs> röpködött Istennek a trónja körül, de még négy arcuk is volt ráadásul, és azt mondja, hogy amerre a szellem ment, arra mentek ők is. És ez egy olyan csodálatos definíció. Ha erőkeresed ezékiel egybe, ezékiel tízbe, Csodálatos látni azt, hogy ezek a lények, ezek ebbe leheték örömüket, hogy ott mozognak, amerre az Úr megy, és amerre a Szellem menendő, ugye a károli fordításba, tudjuk nekünk is megfelelő, elég nekünk az ő fordítása, amerre a Szellem volt menendő, vagyis menni akart, arra mentek ők is, arra mozdultak ők is. És ez, ez hiddel. Hidd el, tudod, ez csak retorikai fordulat, tudom, hogy elhiszitek, hogy ez az élet egyik legnagyobb beteljesedettséget adó érzése és állapota, amikor tudod, hogy merre akar mozdulni a szellem, és mozdulsz vele együtt. És tudod, hogy a helyeden vagy. És ez sokszor ki tudja váltani azt, hogy tanácsot kell kérned valakitől, hogy mit csináljak itt most. Ez nem azt jelenti, hogy ne kérje tanácsot, ne kérje segítséget, csak azt mondom, hogy ahogy egyre érettebbé válsz az urban, nagyon sokszor ki fogja váltani azt, hogy állandóan uh, tanácsért uh, szaladsz, hanem egyre többször tudni fogod, hogy igen, a szellem erre mozdul. És én vele együtt mozdulak, és ab, már a győzelembe vagy, nem csak várni kell, hogy remékedni, hogy hát, ha valami győzelem lesz ebből, Egyfolytában benne vagy egy győzelembe. Akár a láthatókban már látható, akár még nem látható a láthatóban, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, és a láthatatlan világ az a váthatatlan világ, amelyben Isten elhívott bennünket az ő királysága, nem valami össze láthatatlan világról beszélek, hanem az a része a láthatatlan világnak, amely Isten rendezettsége, vagyis uralma alatt, áll, tehát az ő királysága, az egy csodálatos hely, egy csodálatos atmoszféra, és vele együtt mozdulni csodálatos. És Istennek ez volt a célja, Saulal is, hogy elkezdje hozzászoktatni őt, hogy tanulj meg a szellemmel együtt mozdulni. Ezért volt, hogy előre szólt Sámuel által, hogy ilyennel fogsz találkozni, azzal fogsz találkozni, aztán majd jönnek a proféták is, rátszál az úr szelleme, aztán jól megváltozol, még velük együtt profétálsz is, hogy egyre jobban kondicionálta őt, edzette őt, arra, hogy Isten szellemivel harmóniában működjön. Már ez egy dolog, hogy neki volt talentuma, arra, hogy Izraelt győzelemre vezesse a filiszteusok elleni harcban. Az egy dolog, hogy neked van talentumod, akár a hétköznapi dolgokhoz, családi dolgokhoz, tanuláshoz, munkához, az élet kihívásaihoz, szolgálathoz. Nagyon fontos, ez az egy dolog nem azt jelenti, hogy nem számít, hanem azt jelenti, hogy ez csak az egyik része a dolgoknak, de hogy hozzá kell szokni, hogy minél magasabb fokozatban tudjál együtt mozdulni a Szent Szellemmel amerre a szellem menni akar, arra megyek én is. Ugye rengeteg előképe van ennek a szentírásban, ugye Ruth mondja Naomi-nak, hogy ahová te mégy, én oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Ha most nem otthon kell aludnom, hanem máshol, persze házassági szövetség keretein belül megmaradva, ott szállok meg. Tehát mondjuk egy konferenciára el kell menni a pásztorral, vagy ilyesmi. Oké. Okay. Nos, tehát ez volt az egyik jel, ami beteljesedett Saulnak az életében, és akkor azt mondták, Saul és a proféták között van, tehát a környezet ez kicsit lassabban vette a lapot. És igen, ott vagy a proféták között, igen, ott vagy Isten gyermekei között, majd megértik, majd meglátják a gyümölcseit ennek. Nem mindenki fogadta előtt, hosszabb távon sem fogadta előtt mindenki. Voltak, akik szimpatizáltak vele, voltak, akik nem. Jézus nekünk ugyanezt megígérte, hogy ahogy az én beszédemre hallgatnak, lesznek, akik hallgatnak a ti beszédeitekre is, és akik engem elutasítottak, ugyanúgy lesznek, akik titeket elutasítanak. Saulal ugyanez megtörtént. Úgyhogy elindult az életében ez. Eltelt aztán sok idő, elindultak ugye a a királykodásnak a tevékenységei, főleg a háborúzások, megszabadítani a filiszteusoktól a népet. Aztán azt lehetett látni, hogy egyrészt azért, mert Saul egy, egy megvetettségben szenvedő ember volt, és a királya választás nem mindenki lelkesedett érte, volt, aki azt mondta, hogy ugyan mit tud ez a Benyámin törzséből való, tehát a legkisebb törzsből való ember csinálni itt velünk hát volt benne egy bizonyításkényszer. aztán elkövetett hibákat, a Sámuel szembesítette ezekkel a hibákkal, akkor is csak erősödött benne ez a bizonyítás kényszer, és már bűnökbe ment bele, és Sámuel aztán megmondta neki, hogy Saul ez így nem fog menni, az úr már mást keresett, egy olyat, aki neki kedves. De ő ragaszkodott a hatalomhoz ragaszkodott. Tulajdonképpen ő már beleélte magát, tehát az identitása neki ennyi volt, hogy én vagyok a király, ez a tuti. De az, hogy Isten elkezdett trenírozni engem, hogy az ő szellemével mozduljak együtt, azt már rég elfelejtette. És ezt nekünk nem szabad megengedni magunknak. Lehet, hogy belekerülsz egy pozícióba, ez nem feltétlenül rangot jelent. Belekerülsz egy olyan helyzetbe, ami úgy érzed, hogy ez egy biztonságos status quo. ez egy biztonságos, hosszantartó állapot, de arról ne feledkezz el, hogy eredetileg az Úr arra kezdett tanítani téged, hogy mozdulj együtt az ő szellemével. És akkor abból nem rossz gyümölcsök lesznek, nem az lesz, hogy már azt veszed észre, hogy aki téged egy picit is kritizál, már legszívesebben kinyírnád, hanem hogyha megtanulsz együtt mozdulni az Úr szellemével, akkor azt fogod mondani, hogy jó, engedek az Úrnak. Az a pozíció nem számít, nem elsődleges. Hogyha már csak a rombol, akkor nem kell ragaszkodni hozzá. Szóval, Isten megmondta neki, hogy keresett helyette, ő ezzel már nem tudott foglalkozni, sőt, már olyannyira foglalkozott vele, hogy Dávidot is üldözni kezdte. Mert ugye Dávidot felkente sámol, nem megyek bele a történetnek ebbe a részébe. Ő, ugye Dávid aztán elment Saul, ös, Saulhoz, amikor már a démonok gyötörték Sault, és megbeszélték a szolgáival, hogy valakit majd hoznak, aki tud szépen hárfázni. Megint itt jön, ugye, ez a profétikus ember, aki elkezdett a hangszeren játszani, és érdekes módon ö, eltávozott tőle az a gonosz szellem, és megkönnyebbült Saul. Szóval még erre is használja az úr, hogy előfordulhat, hogy vannak olyan emberek közöttünk, vagy lesznek, vagy voltak, lesznek olyan emberek közöttünk, akiket gyötörnek démoni erők, és van, amikor megkönnyebbül, De aztán látjuk, hogy Saulnál a sokadik esetben már nem megkönnyebbült, hanem fogta a dárdát, és már odahajintott a Dávidhoz, miközben hárfázott neki. Miközben már az lett volna, hogy na most kéne megkönnyebbülni, ugye? De nem Dávid hibája volt, Saul keményítette meg egyre jobban a szívét. Nos, jött aztán Góliát legyőzése, ismerjük a történetet. Újra a király udvarában szolgált Dávid. Megkedvelték, ünnepelték Dávidot az egész nép. Saul meg meggyűlölte, mert irigykedett rá, azt énekelték, hogy Dávid megölte a tízezrét, Saul is ezret. És akkor Saul nézett, hogy én csak ezred, Dávid meg tízezret. Úgyhogy akkor azt akarta, hogy a harcban meghalljon, akkor parancsnokát, tette, és igazából pont ő készítette elő szépen fokozatosan, hogy a királyságba majd beállhasson Dávid, de hát ő csak ezt látta maga előtt. Lehet, hogy rossz szándékkal vannak emberek feléd de Isten ezt tökéletesen tudja úgy fordítani és használni, hogy a legrosszabb szándékú döntéseikkel is kénytelenül, kénytelen kelletlen, akarva-akaratlanul abba az elhívásba sodornak téged, amit Isten készített számodra. És így van, a próbákon, megpróbáltatásokon keresztül kell menned ahhoz, hogy majd nyugodt szívvel állhassod a te is, és a környezeted is nyugodt szível mondhassa azt, hogy igen, tényleg méltó arra, hogy ezt a pozíciót betöltse. Ez nem feltétlenül ö, olyan pozíció, ami alatt rangot kell érteni, vagy valami nagy szolgálat. Pozíció, a te családodban is van pozíció. Én családapaként, ö, az, hogy családapa vagyok, az egy pozíció. De az, hogy kivívjam minden gyermekemnek a bizalmát, az nekem feladatom, felelősségem. És hogy ne veszítsem el minden gyermekem, vagy egyik gyermekem bizalmát se, azon is folyamatosan dolgoznom kell, és hogyha úgy érzem, hogy elveszítettem, mert sajnos ugye volt ilyen valamelyik gyermekem bizalmát, akkor ugye ő hozzá mértem figyelve azt, hogy ő neki mire van szüksége, mi az ő szükséglete, szeretetben újra dolgozzak azon, hogy vissza tudjam nyerni az ő bizalmát. Tehát azért mondom, hogy nem csak ilyen ö, megszokott rangokról van szó, amikor pozícióról beszélek. Az életet bármilyen szituációjában lehetnek ilyen dolgok. Jó, de hogyha beállsz az Istennek az akaratába, akkor még az ellened ö, áskálódó embereknek a döntései is, amik talán kényszerhelyzetek, abba fognak sodorni téged, hogy egyre közelebb kerülj Abba az elhívásba, ami Istennek az akarata az életedre nézve, és amiben Isten használni fog téged, még a környezeted számára is. Szóval később már azt akarta, hogy meghalljon Dávid, mindent megtett ennek érdekében, elkezdte csatákba küldeni, meg ugye az volt a feltétel, hogy hozzáadhassa a lányát, hogy akkor jegyajándékba elég, hogyha bebizonyítod, hogy száz filiszteust megöltél. Most így menjél, légy szíves, jó, és akkor majd visszajössz. És akkor abba reménykedett, hogy a százból azért hát az egyik nem jön össze, és akkor hát, bocs gyerekek, ennyi volt. Szóval ezt szerette volna elérni, nem jött össze, aztán már újra meg akarta öletni, ugye Jonathan segített neki, tudjuk ezt a részét, és elmenekült, és elfutott egy olyan helyre, ahol tudta, hogy ott lakik a jó öreg Sámuel próféta, Ugye Sámuel proféta kente fel Sault, Sámuel próféta kente fel Dávidot, Sámuel próféta Isten akaratát képviselte az úr, számtalanszor bizonyított ő mellette. Többször volt, hogy földrengés, égzengés, ezzel ijesztette el az ellenséget, vagy volt, amikor királyt választottak, ugye megünnepelték, hogy Saul lett a király, akkor még Sámuel felállt, és azt mondta, hogy hát akkor most itt, hogy itt ünneplünk, akkor szeretném, szeretnék bizonyságot tenni ellenetek, hogy milyen nagy bűnt követtetek el azzal, hogy királyt kértetek. Miközben az ünnepi asztalnál ott ült mellette a, a friss király is. És akkor most imádkozni fogok az úrhoz, és mennydörgést és esőt fog adni nektek, aratás idején. Nem csak az, hogy nem szokott akkor esni az eső, hanem az úgy lehet, hogy én nem értek hozzá, de szerintem, hogyha ilyen nagy zivataros zápor eső van aratás közben, az nem szokott annyira hasznos lenni segíteni. Úgyhogy akkor, hogy tudjátok meg, hogy mennyire nagy bűnt követtetek el, és akkor Sámuel imádkozott, és akkor megy dörgés lett, és még aznap egy nagy eső lett. És akkor úgy Saul ugye meg ott ült az ünnepi asztalnál, még egy pohár bor, és aha, ja, hogy igen, ez egy bűn, oké. Okay. Szóval gondolj bele, Saulnak elég sűrű volt, már a sztori elején is a megpróbáltatás, hogy te most minek képzeled ezt a királyi pozíciót, ezt a lehetőséget. Ez a te lehetőséged? Ez a te ambíciód? Nem. Ez egyedül arra van, hogy megszabadítsd a filiszteusoktól a népet. Kész, felejtsd el azt, hogy itt majd körül, körül, ajnároznak téged, és mindenki téged fog ünnepelni. Nem ezért hívtalak el királynak. És most helyettesítsd be. Ugye múltkor is mondtam, hogy én ország György, ilyenkor ne az én nevemet mondjátok utána, hanem a sajátotokat mint az eskütételnél. Szóval nem biztos, hogy királynak hívott el Isten, mármint ilyen emberi értelemben, de hogy bármi, ami a te életednek a pozíciója vagy lehetősége, nem azért hívott el Isten téged arra, hogy majd téged aztán körülünnepelnek, és hurrá, de jó! Örülj neki, az egy, egy grátis. Az megkönnyíti a dolgodat. Isten ad embereket, majd akiket jó szándékúvá tesz, veled kapcsolatban, de a cél az, hogy megszabadítsd a filiszteusoktól a népet, vagy, és akkor most helyettesíts be, hogy milyen lehetőségeid vannak abban az elhívásban. Oké. Okay. Akár politikusok, nem tudom, vannak-e most itt politikusok közöttünk, nem baj, hogyha esetleg nézik, <gül> <gül> akkor tényleg legnagyobb szeretettel tudom, hogy ez Istentől való elhívás tud lenni. Hát nem azért hívott el politikusnak az úr, hogy hogy feltétlenül a dicséreteket gyűjtsd be, hanem végigcsináld. És most nincsenek filiszteusok, hanem helyettesítsd be, <laughs> hogy miktől kell megszabadítani a népet. Rendben. Nos, az a lényeg, hogy Dávid már kellett, hogy meneküljön, és szeretnék itt felolvasni egy részt. Dávid tehát elmenekült, ez itt egy Sámúra 19 18-tól. Mert már meg akart ölni Saul, és már kiadta a parancsot az udvarában, hogy jöjjétek meg Dávidot. Szóval itt már nem csak az volt, hogy ő néha feldühödött, felindult, hanem most már ez egy kész, elvégzett dolog volt. Dávid tehát elmenekült, és rámába ment Sámuelhez, akinek elmondta, hogyan bánt vele Saul. Azután együtt a próféták táborába mentek, és egy ideig ott maradtak. Érdekes, egy, egy, ilyen fizikai veszélynek kitéve, miért nem azt írja az írás, hogy egy jól körülkerített városba, vagy egy jól biztonságos bástya mögé lehet, hogy egy kifejezetten a legbiztonságosabb bástya mögé mentek. Saulnak azonban tudomására jutott, hogy Dávid a táborban rejtőzik ráma mellett. Ezért oda is utána küldte az embereit, hogy fogják el. Azok el is mentek, de mikor meglátták a próféták csoportját, akik profétáltak, és Sámuelt az ő vezetőjüket, Isten szelleme őket is betöltötte, és ők is profétálni kezdtek. Jelentették ezt Saulnak, aki másokat küldött helyettük Dávidért, de ezek a küldöttek is úgy jártak, mint az előzők. Ők is profétálni kezdtek. Szóval most gondold el, tehát terroristákat küldött folytába, Felfegyverkezve, felkészülve, hogy itt most kilövés lesz, kész. Megérkeztek és profétáltak. Figyelj, nem ez volt a parancsban. Harmadszor is küldött oda Saul embereket, de azok is ugyanúgy profétálni kezdtek, amikor odaérkeztek. Végül maga Saul is fölkerekedett, és elindult Rámába. Amikor a Szekúban lévő ciszternához érkezett, amely a kopaszdombon van, a szérűs kert mellett kérdezősködött Sámuel és Dávid után. Azt mondták neki, hogy a profiták táborában találja őket Ráma közelében. Saul tehát oda, igye oda igyekezett, de Isten szelleme már útközben betöltötte, és folytonosan profétált, amíg a ráma melletti táborba érkezett. Ott azután levetette a ruháit, és ő is profétált Sámuel előtt. Egész nap és egész éjjel ott feküdt, ott feküdt mesztelenül, és profétált. Erre utal az ismert szólás, már Saulból is proféta lett. Ugyanaz, ami kezdeti időkben. Szóval mindvégig azt lehet látni, hogy itt Izrael történetében már állandóan ment a konfliktus, meg mindenféle probléma, a Saul körül, főleg aztán Dávid miatt. És közben a háttérben, ezek alatt az évek alatt, hosszú-hosszú évek alatt volt egy állandó dolog. Ez az állandó pedig az volt, hogy mindvégig volt egy csapat, akik a háttérben profétáltak. Kitartóan profétáltak. Az Úrnak szolgáltak, az Úr szellemében, és ezek profétáltak. És volt egy stabil hely, volt egy stabil dolog, egy megbízható dolog, elteltek az évek, és tudták, hogy lehet oda menni. Menekülni kellett, túl nagy terveket nem lehetett készíteni. Menjünk oda, ahol a proféták vannak. És tudták, hogy oda-oda lehet menekülni. Ott volt egy atmoszféra, hogyha belegondolsz megérkeznek ezek az emberek, akik meg akarják ölni Dávidot, föl van készítve, megbeszélték, figyelj nálam, nagy kard van nálad, tör van nálad, fegyver nálad, ez, oké. Okay. Megérkeznek, belépnek oda, és semmi átmenet. Elkezdik mondani az úrnak a nagyságos dolgait. És eszükbe se jut, meg se tudják csinálni. Azt, hogy valamit is ártsanak Dávidnak. Beléptek abba az atmoszférába, és jött a másik, jött a harmadik, nem az volt, hogy az első csapat véletlenül azok kicsit ilyen szentebbek, ilyen istenfélőbbek voltak, és hát illedelmesen keresztet vetettek, meg minden, jó, hát itt másképp kell viselkedni, rendben. Nem, ezek gyilkolni mentek, és mind a háromszor. És aztán ment Saul, aki akarta az egész gyilkosságot. Hát őre már útközben rászállt az úr szelleme. És nyilvánvalóvá vált, hogy van egy királyság, ami fölötte áll ennek a királyságnak. Saul királyságának, Izrael királyságának fölötte állt a szellemi, valóságos királyság. Igaziból ezt azért, azért is tette így nyilvánvalóvá az Úr, mert ugye, ha a történet elejére visszaemlékszünk, Sámuel próféta azt mondta a népnek, hogy ugye védkeztetek azzal, hogy királyt kértetek, mivel hogy egyedül az Úr a ti királyotok. Ez már korábban is megjelent uh, Jefténél, azt hiszem. Ő, őt is király akarták kinevezni, Jefte bíraként, azt hiszem. Most bocsánat. És ő is azt mondta, hogy nem, mert az úra király. Ő nem fogadta el. És a nép tudta, hogy az úra király, csak nem törődött már vele. És Sault királyá választották. És eljött ez a jelenet, eljött ez a szituáció, és az Úr bebizonyította, hogy attól, hogy ti azt hiszitek, hogy ez így megy, attól még van ez a királyság. És tudod, a te életedben és a gyülekezet életében, és lehet, hogy bármilyen szituációk vannak, vagy veszélyek merülnek fel, és nem akarok részletesen belemenni, de úgy látszik, hogy azok a dolgok, amire imádkoztunk, meg profétáltunk, azok beteljesedtek, és látszik, hogy az Úrnak van egy olyan láthatatlan királysága, amelyek, amely. Amellyel ellene tud dolgozni azoknak a teljesen gyakorlati, hétköznapi fizikai jellegű dolgoknak, amelyek veszélybe sodorták volna a gyülekezetet. Szóval vannak. Ö, van Istennek olyan munkája a gyülekezet életében, a te személyes életedben, a család életében, amihez lehet, hogy emberileg kevés lennél. Ugye, ha csak emberi szinten nézzük, az, hogy Dávid befutott a proféták közé, hát azok nem voltak úgy felfegyverkezve, felkészülve, nem tudom, hogy mennyire volt vagy nem volt fegyverük, azok nem ebben éltek, azok abban éltek, hogy az Úr szelleme itt van, és mi csak mondjuk, és mondjuk, és mondjuk. És jönnek a, a támadók, és vúgy átléptek egy, egy láthatatlan határvonalon, és hoppit másik atmoszféra van, és átmenet nélkül, betervezés nélkül, anélkül, hogy valaki mondta volna neki, vagy kérte volna őket erre, kénytelenek voltak profétálni. És tudod, az ellenségeid, az ellenségeink, bármilyen szituációról is van szó, lehet, hogy elkezdenek jó dolgokat mondani egyszer csak. Mert nem veszik észre, hogy mikor lépnek át egy olyan határvonalat, amikor az úr azt mondja, hogy itt ne tovább. Lehet, hogy belépnek. Lehet, hogy, hogy fizikailag úgy tűnik még, hogy, hogy itt van a fenyegetés, itt van a veszély, hogy Isten angyala nem dobta ki őket innen. Hogy nem állt oda, mint az a Ádám és Éva bűnbeesése után, ugye a villogó pallossal a kérub, hogy elzárja az életfájának az útját. Lehet, hogy ez nem történt meg. Lehet, hogy bejönnek, csak hogyha figyelsz, már ők prófétálnak, már nem a gonosz szándékot tudják megvalósítani. Szóval nem kell félni. Enged, hogy felszabadítsa a szívedet. Nem kell félni. Van egy határvonal, ahol az Úr azt mondja, hogy itt már más az atmoszféra. Te csak maradjál meg az Úr szellemében, te csak maradjál meg a prófétálásban. És ezért jó, hogy tudunk szolgálni egymás felé, és ezért jó, hogy közösségben, a Szent Szellem közösségében vagyunk egymással, mert eljövünk, és a proféták hangszerekkel profétálnak, és leszáll az Úr szelleme, és velük együtt profétálsz. És benne maradsz abban az atmoszférában, ahol tudod, hogy minden rendben van. És hogyha ellened támadnak, akkor egyetlen fegyver sem lesz jó szerencsés ellened. Lehet, hogy bejebb jönnek a szférádba még, a személyes szférádba, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ó, az Úr nem akadályozta meg, de igazából nem az történt, hogy fizikailag megakadályozta volna, hanem hogy fordított rajtuk egyet. Már nem kell félned. Már kénytelenek lesznek a jó dolgokat kimondani és megvalósítani, vagy egyszerűen meghiúsulnak a terveik. Nem kell félned. Szóval mindvégig volt egy csapat, és ez egy nagyszerű dolog. Van egy szellemi örökség, amiben belépünk mi, akik Jézus Krisztust szolgáljuk hogy a Dávid sátorának a profétai ígéretét bocsánat, a szívünkre vesszük, és az életünkben és a szolgálatunkban ö, megvalósítjuk, és engedjük, hogy az Úr szelleme leszálljon, és együtt profétáljunk. Itt most ebben a, az igerészben, itt most nem írja, hogy hangszereket használtak volna, hiszen van, amikor hangszereket használnak, van, amikor nem használnak hangszereket. Az a lényeg, hogy az Úr szelleme ott van, és profétálnak, és ott van ez az atmoszféra. És még egy érdekes dolog, hogy tényleg ugyanazzal a jellel állította meg az úr Sault, mint amelyik jellel a királyá választásakor bebizonyította, hogy őt királyá választotta. Ehhez egy olyan tanulságot, egy plusz dolgot szeretnék mondani, hogy attól, hogy valaki profétál, Szent Szellem ajándéka működik rajta keresztül, az nem arról az emberről tesz bizonyságot. Soha az nem jelent semmit az, hogy önmagában, hogy a profétálás ajándéka működik. Semmit nem bizonyít. Mert Saulon működött a profétálás ajándéka akkor is, amikor királyá választották és beleállt Isten akaratába, és működött ugyanúgy a profétálás ajándéka, amikor már harcolt Isten emberei ellen. Mert volt egy olyan szituáció, amikor Isten azt, azt akarta, hogy most ez működjön. Tehát az adott emberről nem árul el semmit, se jót, se rosszat. Nincs köze hozzá. Az úrról viszont elárul valamit, hogy az úr uralkodik. És ad proféciát annak a szájába, akinek a szájába éppen akar adni, akár az őt tisztelő embernek, akár az őt nem tisztelő embernek, akár bármilyen fokozat legyen a kettő között. És csak arról tesz bizonyságot a prófétálás működése, hogy az Úr uralkodik. Van egy királyság, egy láthatatlan királyság, amelynek az atmoszférája megvédi az ő szolgáit. Megvédi azokat, akik őt keresik, az ő akaratát keresik. Úgyhogy ugyanezzel a jellel állította meg. És egy érdekes dolog még, hogy itt az egyiknél azt írja, amikor megérkezik az első csapat oda, hogy megkeresse Dávidékat. Azt mondja, hogy amikor meglátták a, a proféták csoportját, akik profétáltak, és Sámuel, a vezetőjüket, Isten szelleme őket is betöltötte, és ők is profétálni kezdtek. És aztán később azt írja magáról, Saulról, amikor megérkezett, már profétálva, hogy ott azután levetett a ruháit, és ő is profétált Sámuel előtt. Miért így írja, hogy Sámuel előtt? Én úgy gondolom, hogy azért, nem csupán egy hely meghatározás, ilyenkor mindig van üzenete ennek, amit itt látunk, hogy Sámuel volt az Istennek az a hűséges szolgája, aki még hitelesen képviselte Istennek a tekintélyét. Hitelesen képviselte azt, hogy az Úr uralkodik. Ő volt az egyetlen ilyen hiteles ember ebben a történetben vagy még mások is, akár a proféták, de az ő személye kiemelkedő volt. És én úgy gondolom, hogy ad az Úr bizonyos embereknek egy olyan szellemi tekintélyt, hogy egyszerűen az, hogy ő ott áll, az egy garanciát jelent arra, hogy az emberek profétálnak. Nem csak azért, mert ott áll az az ember, hanem Istennek az akaratában áll. Voltam egyszer egy olyan konferencián valamikor, nem tudom, sok évvel ezelőtt, hogy kétféle módon kezelték a, azt, hogy az emberek proféciára jelentkeztek. Hogy van valami, amit el szeretnék mondani. Az egyik az volt, mind a kettőnek, úgy hiszem, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága, szeretném előre mondani, hogy ne legyen félreérthető. Az egyik az volt, sokak által ismert módszer, hogy oda mennek, elsütyörögjek, hogy hát az van bennem, és azt mondják nekik, hogy elmondhatod, vagy azt, hogy nem mondhatod. Tehát ennyire szigorú volt, néha túl szigorú. És olyan is van, és ugyanezen a konferencián volt, hogy ott volt Isten egyik embere, aki tényleg úgy Istennek a tekintéje úgy rajta nyugodott, és ott kint állt a szolgálat végén, és mondta, hogy itt a mikrofon, gyertek. <laughs> és jöttek ki az emberek, akik kaptak valamit, egy látomást, egy kijelentést, és így, így odaálltak, és oda tartotta -e nekik a mikrofont, és csak csupa olyan dolgok hangzottak el, amik örömöt, építést, bátorítást, felszabadulást hoztak. Úgy gondolom mind a kettőnek van létjogosultsága, tehát most nem azt akarom mondani, hogy csak ez a jó, a másik pedig rossz, mert különböző helyzetekben, vagy akár a kettőnek a, a vegyített változata is tud működni, és teljesen helyén való tud lenni, tényleg ahogy az Úr szelleme vezet, mint a négy élőlény, amerre az Úr szelleme menendő, mi is arra mozdulunk, ha kell így, ha kell úgy, amelyiket éppen az Úr akarja. De hogy van ilyen. Van ilyen, hogy az Úrnak a szelleme olyan tekintélyen nyugszik meg, hogy nincs kérdés. Tehát még ha a legrosszabb, a legrosszabb szívvel, a legrosszabb szándékkal, a legönfejűbb módon is akarnott megszólalni valaki, oda megy. Istennek a súlyos dicsőségébe, és csak azt tudja mondani, amit az Úr akar, hogy mondja. Csak azért mondom ezt, hogy a királyságban van ilyen. Mert a királyságról beszélünk, ahol az Úr a király, ahol az Úr az ő hatalmát és tekintélyét csodálatosan gyakorolja. Nekünk az a dolgunk, hogy felnőjünk a feladathoz. Felelősség. Nem biztos, hogy mindig mindent már tökéletesen tudunk csinálni, ezért vannak néha mankós lehetőségek is, a mankót is meg kell csinálni, aki a kicsin hű, az majd a nagyon is hű lesz. A kis feladatokon, kisebb jellegű dolgokon, de aztán fel tudunk készülni a nagyobb jellegű dolgokra is.